A Szepsiben is megtartott Magyar Kultúra Napja alkalmából átadták a Csemadok Magyar Helytállásért Torna Abaújban díjakat. A kitüntetést évenként olyan személyiségeknek ítélik oda, akik példaértékű munkájukkal hozzájárultak a magyar kultúra ápolásához. Haraszti Attila kassai főkonzul a rendezvény fővédnöke ünnepi beszédében kiemelte a magyar kultúra és anyanyelvünk fontosságát, mely összeköti közösségünk tagjait, erősíti identitás tudatát és nemzetmegtartó ereje van. De a legfontosabb mégis annak megélése, annak hangsúlyozása, hogy a magyar kultúra ebben a régióban is nem csak a múltból áll, nem csupán valamiféle nosztalgikus érzés, hanem hogy a magyar kultúra napjainkban is élő valóság. A Csemadok Kassa környéke területi választmánya idén 7. alkalommal ítélte oda a díjat, amit ezúttal a jánoki Tobák Mária és a buzitai Görcsös János vehetett át. Községük és az egész régió magyar közösségének kulturális és szellemi gyarapodásáért és megmaradásáért végzett áldozatkész munkájukért. Úgy éreztük, hogy helyi szinten is kéne egy díjat alapítanunk, ahol itt a régiónkban, ebben a volt Abaúj Torna vármegyébe szorgalmas, eredményes Csemadok tagjainkat is ki tudnánk tüntetni, mert rengetegen vannak, hála a Jóistennek. Akkor válik igazán hatékonyan ez, hogyha lesznek, akik átveszik a marsalbotot. Ezért jó példa Buzita, ahol elmegyünk egy falusi rendezvényre, és tömve a színpad fiatalokkal, akik már emlet az értékrend mellett teszik le a voksukat azzal, hogy néptáncolnak, énekelnek, citeráznak. Hát ez a mi feladatunk, és ezek a kitüntetettek pedig ezt csinálják, és ezért is kapnak a kitüntetést. Hey, rozmaring, rozmaring, leszakadt róla mázim, van már nékem kedvesem, ki megvarja a kingem. Görcsös János a Harmónia szlovákiai magyar zenei díjas buzitai citerazenekar alapító vezetője. A citerások családtagként tisztelik és becsülik a község kulturális életének meghatározó alakját, akit a magyar népzene és hagyományok továbbadása éltet. Ha nincs a buzitai citerazenekar, akkor nincs ez a díj sem. Ez egy csapatmunka. Ez ugyanúgy köszönhető a község vezetésének is, mint maguknak a lányoknak. Mert ha ők nem lettek volna, akkor én sem lennék itt. De egy ilyen társaságot, mint ami összejött 17 évvel ezelőtt, ezt lehet, hogy 100 évente csak egyszer jön össze. Ez a csapat az én mindenem. Tehát 10 éve nem községházán kezdtünk gyakorolni, vagy az iskolában, 10 éve nálunk vannak a próbán. Tehát ezek a lányok ugyanúgy, mint a családtagok nekem. Mintha saját lányaim lennének. Hát nem is tudom, hogyha ők nem lennének most, akkor ennyivel szegényebb lennék. Egyszerűen közönséges hétköznapjaim lennének, de így nekem minden héten, pénteken vagy szombaton egy ünnep, amikor jönnek. Az ünnepies díszvendége Meiszter Éva erdélyi származású színművésznő volt. Az egyéni és nemzeti tragédiáról szóló előadás kortárs magyar költők művei nyomán idézte fel a trianoni döntést és az azt követő időket. A kezdetektől végig kíséri azt a hangulatot, amin keresztül ment a magyarság. Ez az idei év is egy kerek száz esztendő 1919-ről. Úgy gondoltam, hogy ugyanúgy a felvidéki magyarok is elszakadtak a hazától, és úgy gondoltam, hogy én erdélyiként itt most Trianonról kell, hogy beszéljek. A Magyar Kultúra Napját 1989 óta tartják meg egyre több helyen január 22-e környékén, annak emlékére, hogy a kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a himnusz kéziratát.